csak nem 10%-kal lett volna itt több a hitelük. Igen, ez azért nem teljesen így van, mert a hitelesek nagy része, például az autóhitelesek ezzel nincsenek megmentve, tehát ez az egyik része a dolognak. Másik meg, hogy mihez képest, saját magukat megmentették 180-on annak idején, az embereket meg 256-on, tehát ez valami nem stimmel nagyon, és ahhoz képest, hogy ugye az egész deviza történet az egy nagy átverés volt, ahhoz képest itt a felvételkori árfolyam jöhet csak szóba, hiszen nem volt deviza, ezt nem magyarázták el az ügyfeleknek, innentől kezdve ez a 256, teljesen mindegy, hogy mennyi, 300 vagy 500 vagy 200, mindegy, teljesen mindegy, ez nem vonatkozik úgy gondoljuk az adósokra, hiszen őket nem tájékoztatták erről, hogy ez várható, és ilyen mértékben várható. Tehát akkor egy követeléseket? Nyilván természetesen kártalanítást követelünk, tehát nem csak vissza a pénzt, nem csak a felvételkori árfolyamon való forintosítást, hanem mindazt a kárnak a megtérítését, amit az emberek elszenvedtek, amit ugye korábban leadtunk több helyen is. Tehát amik a sérelemdíjként, amiért nem tudtak aludni az emberek, amikért öngyilkosok lettek, betegek lettek, ezeket továbbra is fenntartjuk, tehát nálunk nem változik a széljárás szerint a követelésünk, mi mindig ugyanazt követeltük, ezeket el kell törölni, és ugye nyilván ezen felül vannak a károk, ezeket a károkat pedig a kár okozójának ki kell fizetni. Mi lesz a következő akció? A következő akcióra sejtésünk van, az február 20-án lesz, valószínű Nyugati téri OTP-nél, ezek még csak tervek, nem biztosak, az pedig a számok nem hazudnak, csak a politikusok és a bankárok. Egy számháborút fogunk bemutatni. Ugye Trócsányi épp a napokban mondta, hogy milyen jól jártak a devizahitelesek, hiszen csökkenni fog a törlesztő részletük, és a tartozásuk is csökken. Ez nem igaz, hiszen ha valaki felvett 8 millió forintot, befizetett már 7-8 millió forintot, és még mindig tartozik 8-al, akkor ez nem teljesen komplett ez a matek. Így Trócsányi sem komplett szerintünk. Tehát aki erre azt mondja, hogy megmentettük az adósokat, az szerintem egyenesen idő. Ez úgy van, hogy az autók itt két sorban, most még csak egy sorban állnak, de két sorban fel fognak sorakozni, plakátokkal ki lesznek plakátok, és ezzel is felhívjuk a figyelmet. Tehát aki esetleg nem látná, hogy itt demonstráció folyik, az az autókról fogja látni. Köszönöm szépen! Igen, és akkor még... Én nem azt a demóvőcsány!